Tavaly Mánfán már volt egy ilyen nyelvi konferencia, amelyet most Pécsen a Gandhi gimnáziumban tartottak meg. Dunai György a Roma Herba misszió elnökének szívügye, a Magyarországon megtalálható roma-román nyelvek és a hozzátartozó dialektikák, dialektusok ápolása. Arra törekednek, hogy a gyerekeknek a nyelv által átadják azokat a szokásokat, amelyeket ők is megtanultak. Tavaly volt már Mánfán egy ilyen konferenciánk. Nekem a szívügyem az, hogy a roma nyelvet, a románi nyelvet és a hozzátartozó dialektikát, dialektikusokat, ami Magyarországon megtalálható, ápoljuk. Én meg vagyok arról győződve, hogy a nyelv mind egy közvetítő szerep, úgy a kontaktokban, mind a kultúrában. Nagyon fontos, hogy a cigányság és a magyarság között egy olyan kontaktus jöjjön létre, ami a kultúránkat be tudja mutatni. A nyelv az mindennek az alapja, főleg a romániba. A romák, hogyha találkoznak, két roma találkozik valahol, már az elején, amikor úgy szólítják meg, ahogy a hagyományaink, az őseink ránkhagyták, akkor maga az egész beszélgetés egy barátságos, egy tovább haladó, többre vihető történetet hoz maga után. Tehát nagyon fontos, hogy a gyerekeinknek át tudjuk adni azokat a szokásokat a nyelv által, amit mi is ugye megtanultunk. Gyakorlatilag a cigányság eljutott most már egy olyan szintre, ahol nem kell a kezünket fogni, hanem egy ilyen konferenciát meg tudunk mi magunk is rendezni cigányságon belül. És ez már egy előre haladás, és ugye tanult cigányaink vannak, tanult roma embereink vannak, akik agyontosok, professzorok, és ugye egy kicsit át tudunk a határon is, a határon kívüli magyarokat is meg tudjuk szólítani. Szlovákiában a roma nyelvű dialektusok különbözőek. Ez azt jelenti, hogy Nyugat, Kelet és Közép-Szlovákiában a dialektusok eltérőek, mondta a dr. Ravasz József, a Dunaszerdahelyi Romológiai Kutató és Módszertani Intézet vezetője. Az egyetemi docens éppen a jelenkori roma nyelvi dialektusok használata Szlovákiában a gyakorlati életben címmel tartott előadást. Engem felettébb inkább az érdekel, hogy a magyarajkú romák a felvidéken hogyan tudnak boldogulni, ha romani nyelven beszélnek, illetve át szeretnék adni magát, mint olyat, ezt az anyanyelvet elsősorban azoknak, akik már nem beszélik a roma nyelvet, mint olyat, de tudattalanjukban ez a nyelv természetesen, hogy ott van. Na most a probléma, tehát ennek van egy politikai háttere is, egy politikai átütő ereje, mint olyan, amit meg kell valósítani mindenféleképpen, mert hiszen az önazonosság tudatról, a romák identitásáról próbálunk beszélni. Tehát, hogyha nincs romani nyelv, mint anyanyelv, akkor eleve ez kerékkötője annak a lehetőségnek, hogy elkezdjük végre kiépíteni a saját intézményeinket. Minden kisebbség számára rendkívül fontos a nyelviség és a nyelvjelenléte. Ezt Kamarás István politológus mondta, aki előadása során a romák demográfiai helyzetének és nyelvi identitásának a történelmi korokban történt változásairól beszélt. Annak idején Széchenyi István, a legnagyobb magyar, mondta azt, hogy nyelvében él a nemzet. Ez a romákra is igaz. Nagyon fontos azt kutatnunk és figyelnünk és utána járnunk, hogy mi történt mondjuk akár a 1500-as, 1400-as évektől fogva mondjuk napjainkig, hogyan változott a cigány nyelvnek, a románinak a beszéd mennyisége, tehát százalékos arányban mennyien beszélik, mennyien nem beszélik, van-e nyelvvesztés, vagy nincs-e nyelvvesztés. Természetesen egyértelmű az, hogy hatalmas nyelvvesztésen ment keresztül a romák Magyarországon, sajnos az egész világban is ez jellemző. Lassan ott fogunk tartani, mint annak idején a zsidó testvéreink, akik teljesen elvesztették a nyelvet. Tehát én azt gondolom, hogy ez a konferencia nagyon jó föl fogja hívni arra például a figyelmet, hogyha nem lesz a romáknak politikai
lehetősége, nem fognak a cigányok, a magyarországi cigányság nem fog tudni a politikai lehetőségével élni, akkor a románi nyelv az igazából el fog tűnni. A konferencián a magyarországi romani szótárok történeti áttekintéséről is hallhattunk előadást. Egy budapesti kutató, Rosenberg Mátyás avatta be a hallgatóságot. Magyarországon és a világban viszonylag sok romani szótárt ismerünk. Ez alapvetően jó, viszont azt is tudjuk, hogy nem feltétlenül a szótárak mennyisége az, ami döntő. Hiszen ha megvizsgáljuk, hogy a romani nyelv milyen helyzetben van Magyarországon és általában véve a világban, akkor azt látjuk, hogy számos olyan problémával küzdenek azok a beszélő közösségek, akik egyébként a nyelvüket kívánnák használni. A nyelvtudomány azzal tud hozzájárulni ezeknek a problémáknak a megoldásához, hogy igyekszik olyan jellegű szakmai segítséget nyújtani, mind a kutatásokkal, mind pedig a kutatások eredményeinek a hétköznapokba való visszacsatornázásával, amely ezeket a folyamatokat hatékonyan tudja elősegíteni, sokkal inkább, mint azok a jó szándékú, de laikus kezdeményezések, amelyek, hát mint azt tapasztaljuk, általában véve valahol végül elakadnak. A konferencián többek között a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségeiről, a kárpáti cigányok nyelvéről is értekeztek.